Üdvözlök mindenkit, Sövény Ferenc vagyok, a Magyar Mozgalom elnöke. Ebben a videóban megpróbálom elmagyarázni, lehetőleg egyszerűen és közérthetően, miért is káros a Vajdasági Magyar Szövetség elmúlt évekbeli tevékenysége. Hogyan lehetne ezt az egyeduralmat megtörni, és ez miért is lenne jó nekünk, vajdasági, délvidéki magyaroknak. Menjünk sorjában. Pásztor István, miután átvette a párt vezetését Kassa Józseftől, fokozatosan törekedett a párton belüli egyeduralom kiépítésére. Saját bizalmi embereit, családtagjait helyezte fontos, megkerülhetetlen funkciókba, míg másokat lekenyerezett, megvásárolt, ellehetetlenített. Ez a módszer hamarosan oda vezetett, hogy különböző fontos és fajsúlyos közéleti, társadalmi, politikai funkciók betöltéséhez már nem a szakértelem, vagy a rátermettség, a tisztesség volt az elvárás, hanem a feltétlen hűség, a talpnyaló szolgai viszony és a pásztor klánhoz való foggal körömmel ragaszkodás. De ez még önmagában nem lett volna elég a teljes egyeduralom kiépítéséhez. Itt érkezünk el Pásztor István legnagyobb politikai teljesítményéhez, és Orbán Viktor egyik legnagyobb nemzetpolitikai, direkt vagy indirekt hibájához. A VMS elnöke, mint egy hidat képezve Budapest és Belgrád között, összekapcsolta az Orbán-Vucic tengelyt. Futárként, közvetítőként, kerítőként asszisztált, és megkerülhetetlen része lett ennek az igencsak furcsa, látszólag egymással összeférhetetlen értékrendeken alapuló szereplők kapcsolatának. De mint tudjuk, pénz beszél, a kutya ugat. Magyarországról elindultak a milliárdok, a szerb állam levette a 20%-ot, az emberek kaptak ekét, házat, automata kutyamosót, a gazdag birtokosok még gazdagabbak lettek, az integrátorok fürödtek a pénzben, a VMS szépen visszaosztott a Fidesznek, kapott még 10 000 lekötelezett szavazót, és mindenki boldog volt. A vajdasági magyarság pedig eközben folytatta a kivándorlást, az előregedést, az asszimilációt. Megtanultuk a szerb himnuszt és a cirilírást, elfelejtettük a magyar nyelvű útjelzőtáblákat, a magyar nyelv használatát a hivatalos eljárásokban, és megtanultunk szépen tapsolni a szerb világnak és szobroknak, valamint Alekszandar Vucicnak. Mindezt a nemzeti érdekeink álcája alatt azért, hogy a pásztor család örökre a nyakunkon maradhasson. Ha ezt tovább folytatjuk, a délvidéki magyarság el fog tűnni. Beolvadunk, kivándorlunk, és ki fogunk halni. Hogyan tudjuk ezt megakadályozni? Fontos leszögeznünk, hogy ezt egyedül, szövetségesek nélkül semmilyen kisebbségi magyar szervezet, párt, csoportosulás nem tudja elérni. A VMS rendszerét két nagy oszlop tartja. Orbán Viktor Magyarországon és Alekszandar Vucic Szerbiában. Ha ezek az oszlopok továbbra is megmaradnak, marad a pásztor klán is, és a játéknak vége. A vajdasági magyarság elveszett. Április 3-án nagyon sok minden el fog dőlni. Azon a napon választások lesznek mindkét országban. A tét mindenhol óriási, és az elmúlt 10 évben nem volt még akkora esély a fennálló rendszerek bukására, mint most. A szerb ellenzéken belül egyetértés van abban, hogy a haladók bukása után az őket kiszolgáló pártokkal, köztük a VMS-szel, semmilyen együttműködés nem lesz. A magyarországi ellenzék Márki-Zay Péterrel az élen továbbra is folytatni akarja a határon túli magyarok támogatását a fideszes média állításaival ellentétben. Viszont a VMS elfelejtheti eddigi kiváltságos és egyedülalkodó helyzetét, ahol kisistereket játszva döntöttek mindenről. Márki-Zay Péter a garancia arra, hogy a pályázatok, a média, az oktatás és kultúra területén egy igazságosabb, demokratikus rendszer alakuljon ki, ahol már nem lesz senki sem kiszolgáltatva a pásztor család önkényének, és végre eltűnnek a VMS éléről, helyet adva egy normális, tisztességes új vezetésnek. Meggyőződésem, hogy maradtak még a pártban ilyen emberek, akik jelenleg ugyanolyan foglyok, mint az egész délvidéki magyar közösség. Így a VMS bukása igazából csak a pásztor klán és az általuk felépített diktatúra bukása lesz. Hiszem azt, hogy ezek a változások el fogják hozni a magyarok közti megbékélést, és együtt, összefogva, közülünk a legjobbakat kiválasztva tudjuk majd előre vinni a közösséget, itthon tartani gyermekeinket, egy élhető, szabad, lehetőségekkel teli szülőföldet biztosítva a számukra.